Muszáj aludnom. Az. Hát csak én. Hullá, fáradt vagyok. Arra gondoltam, jöhetek aludni. Persze, gyere. Juhu. Szerintem mindannyian aludjunk. Holnap végre eljön a húsvét. Mit csinálsz? Várj, te vagy princ anyukája? Igen. És ez egy hagyományos húsvéti étel a mi családunkban. Nem akarsz segíteni? Ó, de hogy nem. Imádok főzni. Oké, az első lépés, meg kell hámozni a narancsot. Ó, az könnyű. Oké, ennyi bőven elég lesz. És most hozzál nekem egy kis sajtkrémet? Persze. Tessék, és ezzel most mit csináljak? Kedd meg a narancsot vele. Mi? Oké. Tőlem, de hát... Oké. De várj, ne a gyümölcsöt a héját. Oké. Oké, szuper. Most pedig hozz nekem léci piros paprikát. Az hol van? Oké, hozok én. Várj meg itt. Milyen étel lesz ez? Sajtkrém és narancs. Szerintem borzasztó párosítás. Azt se tudom, édes lesz-e vagy sós. És princesz szereti. Bár az is igaz, hogy nem tudom, nem ismerem a szokásaikat. De muszáj lesz ismernem. Oké, és hogyha meghívnak a reggelire, holnap akkor kész, megkóstolom. Oké. Hú. De azért egy kis sajtkrémet tehetek. Már várom. Oké. Most egy kicsit kell szórni erre az ételre igazából, de hát nem tudom. Nem tudom, ízleni fog-e neked, mert kicsit csípős is lesz. Igazából én édes se vagyok. Ezt mondanám is sajtkrém nélküli, mert én laktózérzékeny vagyok. Szuper, és most cukor kell rá. Cukor? Azt hittem sós lesz. Hát, végül is. Mindegy, ezt írja a recept, és végül egy narancspitét is készítünk. Hát, az szuper lenne. Oké. Kicsit piros paprikás lettem most látom. Na mindegy, itt cukrunk is. Szuper. És akkor most megszórjuk. Cukor viszont kell rá sok. Ez úgy lesz finom. De hát én sosem jobb szeretem, de hát a Claire's Exclusive mindent kibír. És tudod, én az vagyok. Te milyen exkluzív vagy egyébként? Még meg se néztem a cetlimbe. Ó, most látom. Én is Claire's Exclusive vagyok. Na, rokonok vagyunk. El is készült ez a finom étel. Miért csináltatok ennyit?
egy vendéget még felszámolunk. Kicsodát? Téged. Hát itt töltöd a húsvétot, nem? Ó, köszönöm. Én most készítsük el a narancspitét. Oké, és oké. Már látom, fel is szelted keresztekre a narancsot. Van még nekünk ugye zapkex és víz. Na, most megkérlek, cseréljünk is helyet, hogy pakold bele a narancsokat, vagy a narancsokat, na jól van, a zapkexeket a vízbe. Megcsinálom, de miért kell ez? Hogy elázzanak. És ez mire jó? Hát tudod, ez sütés nélküli lesz, és ez lesz a tésztája, majd egy ilyen pite formát gyúrunk, és belerakjuk a narancskereszteket. Én most fűszerezni fogom. Jó, szuper! De mikor lesznek készen? Pár óra, nem tudom. Addig megnézem pincék, hogy boldogulnak. Oké. Okay. Nagyon örülök, hogy eljöhettem a te a délutánodra. Köszönöm, én is örülök, hogy itt vagy. Ó, igen, oké. Hey, hey. Ó, Piper, végre vagyis. Jaj, Piper, miért voltál el ilyen hosszú ideig? Mit csináltál? Igen, így igaz, mit csináltál? Anyukátoknak segítettem főzni. Képzeljétek, én csináltam meg az egész narancsos, édes savanyú valamit. Ó, az a kedvenc ételem. Nekem is. Igen, és most csináljuk a narancspitét. Megint nagyon kitesz magáért. Nyami. Te mit gondolsz? Nagyon klassz lesz ez a húsvét, főleg azért is, mert itt töltöd. Egy éve úgyse tölthettem volna itt, csak Tracy. Ki az a Tracy? Szerintem nem is kell tudnod erről. Hát, igen, pontosan. Na mindegy, örülök, hogy itt töltethem. És tudod, apukád már elkezdi dugdosni holnap a húsvéti tojásokat, és mehetünk vadászatra. Kapunk egy lapot, mert megkérdeztem. Tudom ezt én is. Mondhatom? Uh-huh. Kapunk egy lapot, és mindig ki fogjuk pipálni azt, amit megtaláltunk. Ó, szupi! Igen. És én leszek egyedül, Prince, te leszel egyedül, és te is egyedül leszel. Így csak egyedül fogunk keresgetni. Így sokkal könnyebb lesz. Szerintem nem lesz könnyű, de hát végül is, oké. Okay. Jaj, már várom. Anyukád azt mondta, hogy talán egy fél nap is lehet, amíg beázik a kek, szóval szerintem már feküdjünk le aludni. Nem úgy volt, hogy már alszunk. Hát, mindegy. Ó, már meg is dagadtak. A következő lépés már a szétmenés. Szét is jöttek. Szuper! Bele is rakhatom őket az